Sziasztok kozmolányok, és üdvözöllek titeket újra itt a Kozmopolitan Hungary YouTube csatornáján. A mai videóban két Clarins terméket fogunk tesztelni, úgyhogy ha érdekel titeket, akkor tartsatok velem! A Clarins kihozott egy 9 termékből álló kollekciót, ami a bőr természetes szépségét hozza elő, és minden bőrtípusra jó. Ezek a termékek bejuttatják a bőrbe mindazt, ami jó, és eltávolítják mindazt, ami rossz, hiszen rengeteg olyan összetevője van, ami méregtelenítő, és rengeteg olyan összetevője van, ami pozitív hatással van a bőrre. Az új kollekciónak az összes terméke vegán, és 86%-ban természetes. Elsőként beszéljünk a Remove micellás arclemosótejről. Két méregtelenítő összetevő is megtalálható ebben a micellás arclemosótejben, az egyik a fügekivonat, a másik pedig a moringa kivonat. Ez az arclemosótej, ez eltávolítja a sminket és a szennyeződéseket az arcbőrről, és emellett még hidratálja is azt, és szerintem pluszpont, hogy érzékeny bőrűek is használhatják. Ennek az arclemosótejnek a hatékonyságát majd egy nagyon erős sminken fogom tesztelni. A másik Clarins termék, amit pedig ma tesztelni fogunk, az a Reboost nappali hidratáló arckrém. És ez egy gél textúrájú nappali arckrém, ami javítja a bőr hidratáltságát. Megtalálható benne goji bogyó kivonat, ami az energizáltságért felelős. Van benne füge kivonat, ami a szuper intenzív hidratálásért és a méregtelenítésért felel. Ezen kívül pedig van benne acerolamag kivonat és tamarindus gyümölcssav, az üde és puha tapintású bőrért. Ez a krém kifejezetten normál bőrre van, viszont amint már említettem, a kollekcióban megtalálható mindenféle bőrtípusra krém is, úgyhogy ha nektek zsíros bőrötek van vagy száraz, akkor ti is találtok magatoknak valót. Én ezt a krémet körülbelül már egy hete tesztelem, minden reggel a sminkem alá ezt üttem föl, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon hidratált és üde lett tőle a bőröm, de ebben a videóban is ki fogom majd próbálni nektek ezt a krémet, hogy lássátok, és hát vágjunk is bele a tesztelésbe. Tudom, hogy most egy kicsit viccesen nézek ki, a csatornámon nemrég készítettem el a Bread Store Challenge-et, és arra gondoltam, hogy a legjobb alkalom ez a smink, ez a nagyon erős smink, hogy kipróbáljuk a Clarinsnek a sminklemosó micellás tejét. Na, nekem az igazi teszt ez a Maybelline rúzs lesz, ugyanis ezt a rúzst csak is olajos lemosókkal tudom általában lemosni, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy hogy birkózik meg vele ez az arclemosó. Őszintén mondom, hogy ez az egyik legjobb sminklemosó, amit valaha használtam. Szerintem körülbelül 3 kis vattapamacs segítségével lemostam az egész arcomról a sminket. Egyáltalán nem volt nehéz, nem kellett dörzsölnem, nagyon könnyedén lehozta, és még a Maybelline rúst is lehozta, ami tényleg nagyon kevés micellás tisztítóhoz le, úgyhogy én el vagyok ettől ájulva, nagyon-nagyon jó, és nagyon-nagyon sokat fogom szerintem használni, mert egyébként meg nagyon jó illata van, nagyon kis cuki a csomagolása, és tényleg nagyon könnyen lehozta a sminkem, és egyáltalán nincs ilyen fura, ragacsos érzés utána a bőrömön, nagyon tisztának érzem, és ugye, amit már elmondtam, hogy rengeteg nagyon jó dolog van benne, úgyhogy nekem ez 10/10. Általában a sok sminkelés és lemosás megviseli a bőrömet, úgyhogy sminklemosás után mindig van egy ilyen kis bőrápolási rutinom, ami tartalmaz egy hidratáló krémet is, úgyhogy most a hidratáló krémet is ki fogjuk próbálni, ami ugye egy frissítő hidratáló krém. Én ezeket a frissítő hidratálókat általában reggel a sminkem alá szoktam felkenni, vagy hogyha napközben hazaérek és lemosom a sminkem, akkor azután, és most úgy érzem, hogy nagyon jól esne a bőrömnek, úgyhogy ezt is ki fogom próbálni. Ennek is nagyon-nagyon jó illata van. És ahogy érzem, egyáltalán nem kell belőle sok ahhoz, hogy nagyon jól elteríthessük az arcunkon.
És azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal frissebbnek, üdébbnek és hidratáltabbnak érzem tőle a bőröm már egy hét után. Úgyhogy megint csak két nagyon szuper terméket teszteltünk. Ha nektek is megtetszett ez a két termék, a sminklemosót azt körülbelül 7000 forintért tudjátok beszerezni, ahhoz az krémet meg körülbelül 8000 forintért. Ennyi lett volna már ez a videó, köszönöm, hogy megnéztétek. Ha tetszett, akkor kérlek lájkoljátok és iratkozzatok fel a Cosmopolitan Hungary YouTube csatornájára. Kommentben pedig írjátok meg, hogy nektek mi a kedvenc bőrápolási márkátok, terméketek. A következő videóban találkozunk, sziasztok!